A Magyar Kultúra Napja, valamint Kállai Miklós magyar királyi miniszterelnök születésének 135. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a Kállai gyűjteményben Nyíregyházán. A kamara kiállítás a gyűjtemény archívumából először mutat meg olyan leveleket, amelyek az egykori miniszter emigrációja alatt íródtak. Ezeknek a levelezéseknek hatalmas mennyiségét őrzi a Kállai gyűjtemény, ebből néhány érdekes darabot mutatunk be, csoportokra szedtük őket, a Horthy Miklós kormányzóval való levélváltásából láthatunk néhány darabot, a tragikusan korán elhunyt feleségének utolsó levelei az akkor már fogságban élő Kállai Miklóshoz, ebből is láthatunk néhány levelet, a fiához, a gyűjtemény alapító Kállai Kristófhoz írt levelekből láthatunk egyet, ami például az Egyesült Államokba címzett a 60-as években, és ezeket még légi postával úgynevezett Ermélle a címezte Rómába, illetve Habsburg Ottóhoz, az utolsó Habsburg uralkodónak a fiához címzett leveléből is láthatunk néhány érdekes darabot. A Kállai gyűjteményben jelenleg több száz olyan irat van, amelynek jelentős részét a miniszter fia, Kállai Kristóf mellett egy adományozó bocsátott nemrégiben a múzeum rendelkezésére. Ezek olyan iratok, ezek olyan vélemények, ezek olyan mondatok, amelyekből képet kapunk a miniszterelnökről, a miniszterelnök családjáról, a habitusáról, az őt körülvevő szociális, társadalmi helyzetről, mivel már nem Magyarországon élt, hanem ugye először Rómában, Kapi-szigetén, majd pedig New Yorkban, ahol majd később meg is hal, de aktív részese maradt a magyar emigrációnak. Több kitüntetést is kapott még az emigrációban, és hát ugye nagyon sok felé járt, ahol a magyar ügyet képviselte. Na most ezeknek a lenyomatai vannak meg. A Kállai család története egészen a honfoglaló Árpád népéig vezethető vissza. A család címerében is szereplő jelmondata, balsorsban és jósorsban egyaránt. Én úgy fogalmaznám meg, hogy ő minden körülmények között akarta segíteni a hazáját. Informálódott Magyarországról, segíteni akarta jó magyarként és demokrataként, hogy Magyarország méltó helyét elfoglalja a világon. És ezt a kiállítást azért ajánlom mindenkinek, mert az ő gondolatait, leveleit, hát a Magyar Kultúra Napján ezek a kortörténeti dokumentumok, a magyar nyelvi kultúra őrzői, ezek a levelek, amelyek 1945 és 1960-as évek közepe között születtek. A levelek a miniszterelnöktől kamara kiállítás február 4-éig várja az érdeklődőket.